Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatej televízió híradóját látják. Gulyás Anita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Börtön járhat a tiltott vezetésért, egy szekszárdi férfi Kis Ján úszta csak meg a legrosszabbat. Egységes kérelmek beadása, több változtatásra is készülniük kell a magyar gazdáknak. Rendőrök lepték el az utakat, a gyorshajtókra vadásznak Tolna vármegye szerte. Wunderbar Fesztivál az országos rendezvényhez adjon ki szervezet is csatlakozott. Kis Ján letöltendő börtönbüntetésre ítéltek egy férfit Szekszárdon, mert többször is volán mögé ült azt követően, hogy eltiltották a vezetéstől. Az ilyen magatartás egy éve már nem szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek számít. Ezért a korábbinál sokkal súlyosabb ítélet jár érte. Itt a Szent István utcában állította meg egy rendőrjárőr a helyi férfit, akinek mindössze 3 héttel korábban vonták be a jogosítványát 6 hónapra, mert ittassan vezetett. Az igazoltatás során pillanatok alatt kiderült az újabb szabálysértés, ez pedig egy következő feljelentést vont maga után. Nem telt viszont eseménytelenül a következő nap sem a notórius közúti jogsértő számára. Másnap ismét megállította egy rendőr, valószínűleg az autója tűnt fel neki. A sofőr ezt már nem úszta meg a jogosítványa egyszerű bevonásával. Bíróság elé állt, és Kis Ján letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Ben a vádlottat 2 rendbeli az eltiltás hatálya alatt elkövetett járművezetés büntettében mondta ki bűnösnek, ezért halmazati büntetésül 1 év börtönre ítélte, 2,5 évi próbaidőre felfüggesztette a szabadságvesztés végrehajtását, és a járművezetéstől is eltiltotta a vádlottat további 2,5 év próbaidőre. Vagyis, ha többször is eltiltás hatálya alatt vezető sofőr a következő 2,5 évben bármilyen törvénytelenséget elkövet, biztosan börtönbe kerül, és még a most kiszabott 1 évet is le kell ülnie. A szigorú büntetést egy tavaly óta érvényben levő jogszabálymódosítás miatt látta indokoltnak a bíró. A bíróság az ítéletben azért mondta ki a vádlottat bűnösnek, mert korábban már egy bírósági ítéletben ittas járművezetés miatt eltiltották a járművezetéstől, azonban a vádlott az ítélet jogerőre emelkedését követő rövid időn belül, 2 napon belül 2-szer is járműbe ült és azt vezette, annak ellenére, hogy tudott arról, hogy a bíróság tiltotta el a járművezetéstől. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a járművezetéstől eltiltás bűncselekmény tavaly óta bekerült a büntető törvénykönyvbe. Ez korábban szabálysértés volt. Ez azt jelenti, hogy ha valakit ideiglenesen eltiltanak a vezetéstől, és mégis volán mögé ül, azért börtönbüntetés is járhat. A jogalkotó szerint erre azért volt szükség, mert sokan jogosítvány nélkül okoztak balesetet. A szekszárdi ügy egyébként már jogerőre emelkedett. Minden Ukrajnából Magyarországra közúton és vasúton érkező gabonaszállítmány útját ellenőrzik, és csak a tranzitforgalmú járműveket engedik át az országon, mondta az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelmi politikáért felelős államtitkára. Valamennyi ilyen rakományú kamiont az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszeren keresztül figyelemmel kísérik, illetve súlyellenőrzésekkel is követik az útját. Ezen keresztül látni fogják, hogy elhagyta-e a szállítmány az országot, amennyiben nem, akkor megkeresik, hol pakolták le, és ott fogják ellenőrizni, ismertette Nobilis Márton. Az a célunk, hogy a magyar gazdákat megvédjük attól, hogy az ukrán gabona elárassza a hazai mezőgazdaságot és kárt okozzon nekik, fogalmazott a politikus. Hozzátette, az Agrártárca dolgozik azon, hogy a későbbiekben a tilalmat más ukrán élelmiszerekre is kiterjesszék. 2023-ban április 20-ától adhatják be a gazdálkodók az egységes kérelmeiket egészen június 9-éig. Botos Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei elnöke szerint az uniós közös agrárpolitika ezévi változásai nagy mértékben érintik a hazai agráriumot, ezért a falugazdászok, szaktanácsadók ezúttal is mindenben a gazdák segítségére lesznek. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén áprilisban is elkezdődik az egységes kérelmek benyújtásának időszaka. 2023-ban több mint 50 támogatásra pályázhatnak, emellett adatszolgáltatási kötelezettségei is lesznek a gazdálkodóknak. A Magyar Államkincstár várhatóan április 20-án nyitja meg a honlapját, ahol az egységes kérelmet le tudják beadni a gazdálkodók, és június 9-ig lesz. Sok változás történt az elmúlt időszakban, a tavalyi évhez képest is.
az idejében nem lesz szankcionálásra lehetőség a gazdálkodóknak, hanem ezen időszak alatt tudják beadni a kérelmüket, és ezen időszak alatt lehet korrekciót végrehajtani. Fontos, hogy ettől az évtől már csak elektronikus úton tudják a gazdálkodók a kérelmeket benyújtani, és azt követően kapcsolatot tartani. Azonban a szaktanácsadók ezúttal is mindenben a segítségükre lesznek. A gazdálkodók adott esetben az időszakon belül nem tudják benyújtani az egységes kérelmüket, akkor a továbbiakban már nem lesz lehetőségük. Tehát április 20-a és június 9-e között tudják megtenni ezt, és biztatom őket, keresik a falugazdászainkat a megyébe, mert náluk minden információ rendelkezésre áll, és tudják segíteni azt, hogy jó minőségben megfelelő adatokkal nyújtsa az egységes kérelmüket. Az igazgató hozzátette, hogy újdonság a rendszerben az úgynevezett agroökológiai program, amely önkéntesen választható zöld kötelezettségek fejében többlettámogatást adhat a gazdáknak. A kérelmek beadásával kapcsolatban Tolnavár megyében, Szekszárdon, Pakson, Dunaföldváron, Tamásiban, Dombóváron és Bonyhádon tudnak segítséget nyújtani a falugazdászok személyesen vagy akár telefonon. Szerdán újabb üzemanyagárváltozás jön. A hét közepén jelentős mértékben csökken a benzin és gázolaj nagykereskedelmi ára is. Előbbi bruttó 7, utóbbi bruttó 6 forinttal literenként. A csökkenésnek köszönhetően szerdától a benzin átlagára 603, a gázolai 579 forint liter átlagáron alakul. A különböző kutak árai között az autósok akár 10 forintos különbséget is tapasztalhatnak. A munkaerő megtalálásában segítenek az új munkásszálok, jelentette ki a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára kedden. Comba Sándor rámutatott, hogy a magyarok zsigerből nem szeretnek költözni, márpedig a betöltetlen állások jellemzően mobilis dolgozókat kívánnak, ráadásul a következő években a leendő beruházásoknak köszönhetően újabb 500 ezer munkáskézre lesz szükség Magyarországon. Úgy vélte, a harmadik országból érkező alkalmazottakra szükség van, ha nincs magyar munkáskész, vagyis elengedhetetlen a jelenlétük. Comba Sándor jelezte, hogy a munkásszálok kialakítására kiírt pályázat 2017-es indulása óta 61 nyertes pályázat volt, és 25 létesítményt adtak át eddig. Rendőrök lepték el Tolnavár megye útjait. Egy átfogó nemzetközi akció keretében egészen hétvégéig vadásznak a gyorshajtókra, sőt, olyan helyeken is kint lesznek, amiket állampolgárok javasoltak nekik. Néhány hónapja készítettük ezeket a felvételeket, akkor a rendőrség munkatársai 24 órán keresztül pásztázták az utakat Tolnavár megyében egy nemzetközi akció részeként. Gyorshajtókra vadásztak, és ehhez rengeteg trafipaxot is bevetettek. Most ismét hasonló zajlik az országnak ezen a részén. Az ellenőrzések kedden már el is kezdődtek, és egészen hétvégéig tartanak. Ennek az ellenőrzésnek a sarkalatos pontja 21. és 22-e, mert ezen a két napon reggel 6-tól másnap reggel 6 óráig folyamatosan működni fog a megyében lévő összes trafipax készülék. Ennek során kollégáim 24 órában fogják ellenőrizni a vármegye útjain közlekedőket. Emiatt szeretnénk felhívni minden járművezetőnek a figyelmét arra, hogy fokozottan, óvatosan közlekedjen, és azokon a szakaszokon is, ahol esetlegesen nem találkozik trafipaxszal, a sebességek betartásával haladjanak. A rendőrség munkatársai néhány hete arra kérték a vármegyében lakókat, küldjenek javaslatokat, hogy hol végezzenek ellenőrzéseket ezekben a napokban. Ilyen ötletből pedig szép számmal érkezett is a hatósághoz. Tisztelettel és szeretettel meghívjuk az összes olyan állampolgárt, aki valamilyen javaslatot tett a vármegyében arra, hogy az ő településén vagy településének környékén legyen ez sebességellenőrzés. 21-én 10 óra 15 perctől 21-én 12 óráig az 56-os számú főút 8 kilométer szelvény, 800-as méter szelvényében a sajtó, valamint az állampolgárok is megtekinthetik azt, hogy hogyan mérik a sebességet kollégáim ezen a napon. A police.hu internetes oldalon pedig nyomon követhető lesz, hogy éppen hol mérnek a rendőrök. A szaporodás és vegetációs időszakban végzett fa és bokros kivágások súlyos természetvédelmi kockázatára hívja fel a lakosság figyelmét
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Mint írják, ez az elmúlt években sajnálatos módon általánossá váló gyakorlat nem csak szakmailag igazolhatatlan, felesleges és káros, de a természetvédelmi, állatvédelmi és az erdőtörvényt is sérti, mert védett fajok, köztük gerincesek tömeges sérülését és kínhalálát okozza. Az Egyesület hétfőn közzétett felhívásában arra kéri a lakosságot, ha ilyen tevékenységet észlel, arról értesítse az illetékes hatóságokat. A bizonyítás érdekében készítse róla fényképet, és néhány soros e-mailben tájékoztassa helyszín, időpont, cselekmény leírásával az adott vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályát, ennek hiányában a központi hivatalt. Mint írják, a fészek építéssel már márciusban megindul a bokros, fás élőhelyekhez kötődő énekes madarak költési szezonja, a tojások kiköltése és a fióka nevelés április 2. felétől június elejéig tart. A tavaszi szünet után mozgalmasan indult a hét Dombováron. A Dovasa Egyesület 7 éve működtet kölyök atlétika csoportokat a város és környékbeli iskolákban. A kölyökből atléta program a Magyar Atlétikai Szövetség országos rendezvénye, ahol minden 6-12 éves gyermek heti egy alkalommal ismerkedik játékos formában az atlétikával, majd aki kedvet érez, csatlakozhat az Egyesület szervezett utánpótlás edzéseire több korosztályban. Ezúttal Nyuszi Kupa elnevezésű családi eseményre hívta a klub a legfiatalabb atlétáit. A rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok jól érezzék magukat, miközben az atlétika alap mozgásait gyakorolva egy tartalmas délutánt töltenek el versenyhangulatban. 4 iskolából összesen 106 gyermek vett részt a megmérettetésen. Ismét kezdetét vette a Wunderbar Fesztivál. A kezdeményezés célja, hogy hazánkban minél több embert lelkesítsenek a német nyelv elsajátítása iránt. A Gyönki Német Nemzetiségi Egyesület idén is csatlakozott a programsorozathoz, a helyi fiataloknak készülnek több rendezvénnyel is. De ügyes vagy, Bogi? Hát, hogy... Nudli készül a Gyönki Német Nemzetiségi Egyesület közösségi házában, akik idén is csatlakoztak a német nyelvet népszerűsítő országos Wunderbar Fesztiválhoz. Az egyesület tagjai igyekeztek olyan programot összeállítani, ahol a nemzetiség hagyományos ételei, konyhai eszközei is szerepet kaptak. Ez a hét a német nyelv hete. Mindent igyekeztünk németül kiírni, és többféle feladatot találtunk ki a gyerekeknek, amit meg kell oldaniuk, gyakorolják a német nyelvet. A gyakorlás részeként pedig a hagyományos schupfnudel elkészítése mellett fűszernövényeket, konyhai eszközöket kellett felismerni a fiataloknak, amikhez párosítani kellett a német elnevezést. A hét folyamán a település oktatási intézményeinek gyermekeit várja a helyi szervezet, hogy a programmal népszerűsítse körükben a német nyelvet. A Gyönki Tolnai Lajos Gimnázium 11. osztályos diákjai is csapatként igyekeztek megoldani a feladatokat. A helyi intézmény is csatlakozott a rendezvény sorozathoz, ők is számos programon keresztül próbálják a hét folyamán megmutatni a német nyelv szépségeit. Most ugye itt vagyunk, snupfult főzünk, azonban szerdán például az ovisokhoz fogunk menni táncolni, sváb táncokat fogunk velük táncolni. És hát az iskolában a német nyelvet próbáljuk népszerűsíteni, meg úgy, amúgy is. A héten Tolna vármegyében is számos programot tartogat a Wunderbar Fesztivál. Regionális híreink következnek. Cél, hogy minél többen elkezdjenek sportolni, súlyhős program Baranyában. Károkat okozó mínuszok, a kajszi és a cseresznye sínlette meg leginkább az időjárást. Nagy gyűlés, gasztrokulturális találkozó, népviseleti bemutató, horvát tavaszi fesztivál. Baranyába érkezett a Súli Hős program. Az országos kezdeményezés célja, hogy minél többen kezdjenek el sportolni. A testmozgás népszerűsítésére megrendezett programot Pogányban tartották. Az eseményen elhangzott, jóval nagyobb esély van napjainkban arra, hogy valamely sportágat kipróbáljuk, mint 10 évvel ezelőtt.
Magyarország kis településeiről is el lehet jutni a világbajnokságra. Ez a mottója annak az országos programnak, melynek legutóbbi állomása Pogányba érkezett. A testmozgást népszerűsítő kezdeményezést az Atlétikai Világbajnokság Szervezőbizottsága rendezi. Cél, hogy a világ harmadik legnagyobb sporteseményét használjuk fel arra, hogy minél többen kezdjenek el sportolni Magyarországon, mondta az eseményen Német Balázs. Ezért van nekünk a hétköznapi hős programunk, és ennek a hétköznapi hős programnak a Baranya vármegyei állomás. Ez a Pogányi futóverseny. Én igyekszem minden hétvégén ott lenni a futóversenyeken, illetve lesznek majd úszással, kerékpározással, triatlonnal, Balaton átevezéssel kapcsolatos rendezvényeink is, tehát nem csak futók jók nekünk, hanem mindenki, aki mozog, mert minél többen legyőzik a saját lustaságukat, fölkelnek a fotelből, a kanapéről és elkezdenek mozogni, annál több hétköznapi hős lesz Magyarországon, mert hogy a mi szemünkben mindenki hétköznapi hős, aki elkezd sportolni és egészségesebben él, mint korábban. A programon részt vette a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke is. Őri László hangsúlyozta, a legfontosabb, hogy a gyermekek egészségesen éljenek, sportoljanak, és tudjunk nekik esélyt biztosítani arra, hogy kiemelkedhessenek a mezőnyből. Itt az országnak abban a térségében, ahol bizony a gazdasági mutatókat, ha nézzük, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy nem vagyunk az élmezőnybe, sőt sajnos a sereghajtók közé tartozunk, de mégis egy tekintetben, vagy legalább egy tekintetben sikerült nagyot előrelépni, hiszen az elmúlt egy évtizedben olyan sportfejlesztéseket sikerült megvalósítani, és nem csak a megyeszékhelyen Pécset, de a vidéki Baranya kisebb településein is, ahol ma elmondhatjuk azt, hogy jóval nagyobb eséllyel van lehetősége egy fiatalnak akár az országos élsportba is bekerülni, mint 10 esztendővel ezelőtt. Az atlétikai világbajnokságot egyébként augusztus 19-e és 27-e között rendezik meg Budapesten. A Pogányi rendezvényen a résztvevők találkozhattak a szervezőkkel is, és a kitelepült standnál érdeklődhettek a sportesemény részleteiről. Jelentős károkat okoztak az áprilisi minuszok a somogyi gyümölcsösökben. A legtöbb virág a korai kajszikon és a cseresznyéken fagyott el. Az érintett termelők 30-60%-ra teszik a terméskiesést. Itt látjuk igazából a fagykárt, de amit látunk, az sem igazán a valóságot tükrözi első látásra, mert ugye azt gondoljuk, hogy a mi itt barna, az elfagyott. És ennél sokkal több fagyott el. A korai cseresznye virágainak körülbelül 60%-a elfagyott, mutatja Tomka Anna, akinek gyümölcsösében jelentős kárt okozott a múlt heti fagy, amikor -5-6 fokot mértek hajnalban. A korai cseresznyének nagy részét elvitte a csikálóvot, a bigarót, a verát, a vent, a szamolyai feketének egy részét. Aztán persze van még olyan cseresznyefajtánk, nyilván, ami késő élésen még rügyben volt, azokban nem okozott akkora kárt, bár a rügyben is fagyott el. Ezen kívül náluk a Szilvában és a Kajsziban is jelentős a fagykár. Somogy vármegye több területén is hasonló a helyzet. A Balatonkertész Szövetkezet például idén biztosan nem tudja teljesíteni az évi átlagos gyümölcsbeszállítását. Ez azért Balatonkertész Szövetkezetnél egy jelentős problémát okoz majd, hiszen nem tudjuk azokat a piacokat ellátni, amiket úgy szeretett, olyan mértékben szerettünk volna ellátni, ahogy terveztük korábban, illetve új exportpiacoknak a térnyelése se fog ebben az évben bekövetkezni. A termelők szerint a fagykárral sújtott gyümölcsök ára idén biztosan emelkedni fog, hiszen jóval kevesebb lesz belőlük. A Kozár-Mislenyi Horvát Önkormányzat, a Naszi Ludi Egyesület és a Baranyai Horvátok Egyesülete közösen szervezett gasztrokulturális találkozót, népviseleti bemutatót Kozár-Mislenyben. A fesztivállal párhuzamosan zajlott a Vármegyei Horvátok nagy gyűlése a Művelődési Házban. A horvát tavaszi fesztiválon a magyarországi horvátok gazdag gasztrokultúrájával ismerkedhettek meg azok, akik Kozár-Mislenybe látogattak, miközben megtartották a Baranyai Horvátok Egyesülete nagy gyűlését is. Körülbelül 10 évvel ezelőtt jött egy ötlet, ugye, hogy év végén, mielőtt zárnánk az évet, ugye a nagy fáradtság és ugye ellazulás mellett jó lenne, ha lenne egy közös program, és akkor így jött az ötlet, hogy hát legyen egy kolbásztöltő verseny,
és ez a kolbásztörtő verseny egy 6-7 évvel ezelőtt már odáig bővült, hogy a Baranyai Horvátok Egyesületével közösen ilyenkor szervezünk egy nagyobb programot, van egy kolbásztörtő része, este egy vacsorával, folklórműsorral, ugye napközben lemegy párhuzamosan a kolbásztörtővel egy megyei nagygyűlés. A kolbássütő versenyből a legfiatalabbak is kivették a részüket. Segítettem az apáiknak abba, hogy így tekertem azt, és belőle csináltak ki kolbász. A Horvát Tavaszi Fesztiválon Baranyai női népviseleti bemutatóval és színes kulturális műsorral várták a környező horvát településekről érkezett vendégeket, egyesületeket, önkormányzatokat. Érkeznek vissza Magyarországra telelésükből a vándormadarak. Március végén már az első gólyák, nemrégen pedig már a fecskék is elfoglalták a somogyi fészkeiket. Kaposszerdahelyre idén március 18-án landolt az első gólya, ahogy a helyiek hívják Matyi, majd hamar követte őt párja Rozi is. Kényelmesen el is rendezték otthonukat. A páruk áprilisban költenek, a fiókák májusban kelnek ki, így az ilyenkor érkező hideg idő a legveszélyesebb az új gólya generáció számára. Vannak olyan fészkek is, amelyeket bizonyítottan több mint 100 éve használnak. Ahogy járjuk a településeket, egyre több helyen fedezhetjük fel az énekes madarakat is. Énekel az erdei pincs, megszólalnak a fülemülék, a cinegék nyitni kéznek, és akkor, hogyha kimegyünk egy kicsit távolabb a külső területekre, akkor lassan felhangzik a búbosbanka huppogása, jönnek a gyurgyalagok, városban feltűnik majd a sívító hangja a sarlós fecskéknek, aztán megérkezik a kakuk, tehát mostantól kezdve nem szenvedünk hiányt madárdalba, madárénekben. A MÁV 2 éve indította el országos madármentő akcióját, azóta több tucat műfecskefészket helyeztek ki az állomás épületeknél. A klímaváltozás, az aszályos tavaszok és nyarak ugyanakkor nem csak a fészek építésüket, hanem a táplálékszerzésüket is komolyan befolyásolják. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy nyáron hagyjuk abba a madarak etetését, a különféle magok pedig kifejezetten károsak, sőt életveszélyesek is lehetnek számukra. Káros, amikor a fiókák megikeltek, hogyha maggal etetik őket a szülők, akkor elpusztulnak. A rovarevő madaraink is, a magevő madaraink is rovarokkal etetik a fiókáikat. Folytassuk a madáritatást, még ki lehet tenni mesterséges odót műfecskefészkeket, hogyha van otthon kutyánk, macskánk, úgyis vedleni kezdi a szőrét, keféljük ki a szőrt, gyűjtsük össze, és ilyen maroknyi csomókba tegyük be a kiürült cinkegolyó hálóba, és ezt aggassuk ki a fák bokrok ágaira, hogy fészekanyagot tudjanak gyűjteni a madarak, és egyébként pedig a legfontosabb, hogy ne aggódjuk túl, ők ezt szépen megoldják maguknak. Az idén kikelt vándormadarak aztán az ősz beköszöntével már szüleikkel együtt indulnak majd újra el Afrika felé. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Börtön járhat a tiltott vezetésért. Egy szekszárdi férfi kis ilyen úszta csak meg a legrosszabbat. Egységes kérelmek beadása. Több változtatásra is készülniük kell a magyar gazdáknak. Rendőrök lepték el az utakat. A gyorshajtókra vadásznak Tolna vármegye szerte. Wunderbar Fesztivál. Az országos rendezvényhez adjon ki szervezet is csatlakozott. Szerdán még marad a sok felhő, szorványosan várhatók kisebb esők, gyenge záporok. Átmeneti időszakokra a nap is kisüt. Mérsékelt, élénk észak-észak-keleti szél fog fújni, marad a hűvös idő. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!